Szerbusztok, gyerekek! Vakta Jelen vagyok. És szeptember 6-a van, kedd. És tudod, a múlt szombaton is felraktam egy jó keményet. Ez lesz az ezentúl a terv! Hogy kedden és szombaton valami kemény témakort fogok felrakni. Kedd a Mars napja, szombat a Szaturnusz tér. És bocsánat, lehet, hogy majd fogok sziporászni, meg ilyesmi, de olyan algériás vagyok, gyerekek, hogy egy katasztrófa állapotok zúralkodnak most így. Egyeken voltam egy másfél órát kint a napon, a pusztán. A gyerekek bokártozni voltak a Majuska születésnapján a haverok. És ez a kis napfénytől felfelé szállógáló kis pollenek, meg minden, meg a barlangfű az most így berakott. Tehát akkor egy nagyon érdekes kutatást olvastam, hogy gyerekek neveltetése milyen módon zajlik így végeredményében. Ugye, hogyha például ugye azt mondjuk, hogy azonos elvek mentén fogunk majd nevelni gyerekeket, akkor azok ilyen azonos értékek, meg értékrendi dolgok mentén fognak majd így kikupálódni, meg felfejlődni. És ha meg nem foglalkozunk gyerekekkel, azok meg ugye mindenféle irányba szétszélednek, stb. És akkor valaki így lesz furi, úgy lesz fura, amúgy, stb. Na, ez nem így van, képzeljétek el. Megfigyelték azt, hogy azok a gyerekek, akikkel nincs nagyon foglalkozva, azok mindig egy ilyen egy irányba furcsulnak el, és nagyjából ugyanazokat a elvadulásokat hozzák magukkal. A kutatás nem ment ki erre, hogy milyen, gondolom azért, mert vannak ilyen emberi ösztön dolgok, hogy akkor, hogyha valami nincs kontrollálva, akkor az ugye az ösztönök fognak majd helyébe lépni. És a gyerekek pedig, akik ilyen odafigyeléssel, stb. Voltak nevelve, azok meg elképesztő szerteágazóan lettek. Hol így jó, hol úgy jó, hol abban jó. És akkor persze nekik is megvolt mindenféle hiányosságaik. De hogy ők nem egy ilyen egyfajta, ilyen egyféle, ilyen jól nevelt gyerekek lettek, hanem ilyen nagyon szerteágazó. Tehát, hogy igazából, amikor valamivel nem foglalkozunk, amikor valamivel nem vagyunk annyira tisztelettudóak, meg tiszteletteljesek, hogy ugyanazt belerakjuk, mint amit az a dolog érne, vagy amit kéne, hogy kapjon, akkor az tök normális, hogy igenis, az a cucc az el fog majd ezzel sarkyolni, meg teljesen szét fog csúszni. Holott, amikor valami meg elkezdjük szeretgetni, építeni, stb., akkor meg megadjuk azt a figyelmet neki, meg megadjuk azt a törődést, amivel képes lesz ő az individuális fejlődésre úgy, hogy akkor azokban a dolgokban fogom jobban fejlődni, természetesen az ő személyiségéhez kapcsolódnak. És ez persze tudom, mind amit én olvasok, az nekem azért csak ma reggel olvastam, és azért nekem ennyire nem állt bennem össze. És tudom, mind amit én olvasok, nekem mindig így a helyére kerül valahova a fejembe, ez a fura hindú értékrend így működik. És az egészet egyből lefordítottam magamnak arra, hogy innen fogod tudni te, hogy egy ilyen jó közösséghez tartozol, vagy egy ilyen jó iskolában, egy jó területen, jó lelki fejlődésben vagy, hogy igenis, hogy teret kap a te individualizmusod, és teret kap az, hogy veled foglalkozva van, és egyre jobban ki tudod magadból hozni azt, ami egyébként a te erősséged, meg a te személyiségjegyed, ilyen alapuló, ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó személyiségjegyek, meg viselkedés minták. És egyből nekem ez úgy fordítottam le a fejembe, hogy innen fogod tudni, hogy egyébként amihez te tartozol, egy szekta vagy sem. Mert a szekták azok úgy működnek, hogy nem foglalkoznak veled, hiszen akkor egy ugyanolyan halmaz állapotúra fogsz valamelyest így átváltozni, akár esetekben visszacsúszni, vagy mondtam, mert hogy elkezdenek az ösztönök így belépni. És amikor meg teret kapasz, hogy te egy különálló személyiség, vagy teljesen más individuum, vagy mindenki más a közösségben, és hogy ez egyébként még mondva is van, meg
segítve is van, meg támogatva is van, jó, igen, fejlődjél, tök jó, menjél, csináljad, jaj, de jó, stb. Meg fogod tudni, hogy ezek az emberek adni akarnak, nem? Ezek az emberek téged ki akarnak kupálni, fejleszteni akarnak, stb. 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 Meg azért próbáltam ennyire ilyen politikailag korrektül foglalmazni, hogy nehogy megsértsek senkit, amikor ugye arról beszélgettünk, hogyha nem foglalkoznak valaki, akkor teret kap az ösztön, mert hogy igazából tudod, ez az elvadulás, meg ilyesmi, amiket szoktunk mi gyerekekkel kapcsolatban megfogalmazni, ezek hülyeségek szerintem. Én ezzel nem értek úgy egyet. Én azt gondolom, hogy igenis az ösztönök lépnek helyére a dolgoknak, és akkor igen, ő egy ilyen sokkal jobban ilyen ösztön, meg ilyen ide nekem, azonnal kapjam meg, most van rá szükségem hangulat. Ez olyan, mint amikor így elkezdték kutatni Kaliforniában a különböző bandatagoknak a várható élettartamát. Hát az ilyen 21-2 között ott mindenki kb. Kicsekkol, akik ilyen nagyon benne vannak egy ilyen banda rendszerben, de azoknak a srácoknak nem teljesen tájidegen az sem, hogy ők 13-14-es korukra már kiesnek a suliból, 15-6 éves korukra már ugye teljesen rá vannak csúszva a drogra, az alkoholra, a kábítószerre. Természetesen ott van az, hogy akkor az ilyen teljes értékű szexuális élet is, tehát ilyen 14-15-ben már megy, nagyon komoly bűncselekményeket, akár ilyen gyilkosság terén már 15-16-es korukra azért meg tudnak így oldani az életükben, mert hogy annyira az ösztön van, hogy akkor minden élvezet ide nekem, mert tudom, hogy kevés az idő, tudod, hogy be van rövidülve az én élettartamom, mert egy ilyen életvitelt élek, és akkor persze, hogy azonnal És amikor így próbáltam ezt óvatosan nektek megfogalmazni, én nem azt gondolom, hogy ez a baj, hogyha valakivel nincs foglalkozva, ott egyébként előjönnek az ilyen nagyon erős, ilyen ösztön, meg ilyen állati, meg ilyen erő, mert az is rendben van. És én azt gondolom, hogy egyébként a férfiaknak ezt valamelyest tudnia kell produkálni, hiszen neki kellene gondoskodni a családjáról, főleg most ilyen furcsák a helyzetek, hogy azért már ott lesz az, hogy néha majd lehet, hogy harcolni kell a családunkért, ezzel nincs semmi baj. Én azt gondolom, hogy valaki tejbetöknek van nevelve, és egyébként tejbetök, én azt nem gondolom, hogy egy érték. Pont azért, mert hogy ő erre van berendezkedve, ott ő nem lépi meg magát, ő semmi ilyesmit nem csinál, ami egyébként egy ilyen fejlődésben mutatna, hanem ő ebbe a tejbetökségbe jel van. Én azt gondolom, hogy minden férfinak az lenne a célja, meg a szerepe, hogy benne legyen az állat, de ezt tudja kontrollálni. Mert hogy fontos, hogy benne legyünk az állati hangulatban is, hogy mert hogy olyan dolgokat kell megtenni a szeretteinkért, ahol nem lehet finomkodni, tehát ezzel nincs izé. Aztán amikor azt gondolom, hogy valakinek olyan gyerekek nagyon jól neveltek meg a Mikodostorunkban, és azért a gyerekek nagyon jó fejek voltak, meg ilyesmi, nem volt olyan, hogy ne lett volna beléjük nevelve egy kicsit az állat is. Tehát én, amikor ott voltam, akkor mi heti 6 jiu-jitsu edzést produkáltunk egy héten, azért az nagyon rendben van. Most, amióta nem vagyok ott, és egy nagyon-nagyon kedves barátom vett ott az igazgatói pozíciót 2001-ben utánam, ők nem annyira a jiu-jitsu-ra voltak rákattanva, ők inkább ilyen sáskakungfut gyakoroltak. De egyébként ott is hetente, nem tudom, 4-5 edzés van, meg minden. És a mostani gyerekeim azok tök vicces, ugyanúgy néznek ki, mint amikor én voltam fiatal, hogy pici, fiatal, vékony csávok, minden csak izom, ilyen vadállatok, csak ez kontrollat van tartva. Szóval igazából azt gondolom, hogy igenis ott van az, hogy most nem úgy kell gondolkodnunk, az ilyen valakivel foglalkozunk, és akkor az mondja, jó gyerek lesz, klasszikus nevelésre, nem, ezen túl kell lépni. Hanem azt kell gondolnunk, hogy az a jó nevelés, ahol mi annyira adunk teret, meg figyelmet, meg szeretetet, meg támogatást az éppen tanulónak, hogy ő képes legyen a saját potenciálja szerint kifejlődni, és azokban a területekben nagyon-nagyon-nagyon jelesen működni, ami egyébként az ő erősségei. Jó, de akkor ez az érdekes, és ezt mondom, hogy ez nekem lefordított azonnal a fejembe ilyen, hogy milyen közösséghez tartozunk, vagy mennyire szekta, amiben mi mozgunk, hogy azt ezt fogjuk látni, hogy ahol hagyva vagy, hogy mit a tudva, csak hogy legyél tag, meg minden, meg legyél itt bárány, de nincs veled foglalkozva, pont ezért ne legyél egy individuum, hanem csak legyél egy könnyen kezelhető, egy ilyen menjél a csordával, aztán legyél jó, hülye, aztán menjél. Én azt gondolom, hogy azok a közösségek egyébként nem építő jellegűek, azokat definiálnám én simán szektának.
de hol a közösségben egyébként figyelnek rád, meg ott van az, hogy teret kap a te sajátos és egyedi működésed, gondolkodásmódod, viselkedés mintáid. De a te egyszerű működésed, az a közösség, meg azt gondolom, hogy igenis foglalkozik veled, meg személyeddel olyan mélységben, hogy ők támogatóként lépjenek föl a te életedben. Jó, ennyi volt a mondtatszat, nem akarom ragozni ugyanazt elmondani még egyszer, csak azért gondolom, hogy még egyszer átfrissítek minden, mert az elején nagyon dadogós voltam. De azért mondom, ezt ma reggel olvastam még, ez nagyon-nagyon friss, de akkor erről van szó, mondtatszat.